Köszöntöm Önöket, a Kölcsei Televízió Weekend című magazin műsorát látják. Szeptember 23-a péntek van. Kulturális tánc és sportrendezvényeket is kínálunk a mai adásunkban. Jövő héten Meseegyetemet szerveznek Nyíregyházán, Tokajban pedig a születinapokra várják a látogatókat. Ezen a héten a kerekezők készüljenek, szombaton ismét lesz Bringaváros, aki pedig bicikli helyett táncolna, nincs más választása, mint vasárnap a nagy táncválasztó, amikor is szinte minden táncstílusban kipróbálhatják magukat az érdeklődők. Már is kezdünk, tartsanak velünk! Egésznapos ingyenes táncórákat kínál idén is a nagy táncválasztó most vasárnap. Az országos rendezvény sorozat nyíregyházi helyszínén 27 táncóra közül válogathatnak a résztvevők. Vendégem Rácz Erika, a Reflex Modern Tánc Stúdió vezetője, Nívó Díjas táncpedagógus. Szia, Erika, jó estét! Hát itt ezen poénkodtunk, hogy te gyakorlatilag 30 éve a táncteremben töltöd a délutánjaidat, és az szinte nem is tudod, hogy milyen lehet a városban nyüzsögni, jönni, menni. Minden esetre azt gondolom, hogy kárpótlást jelent ez a rengeteg tehetséges táncos, és az egyre szaporodó díjeső, mert ugye mostanában a Reflex, illetve nem csak mostanában, már évek óta nagyon sok szakmai versenyre utazik. Úgyhogy ilyenkor azért úgy gondolom, hogy ennek a programnak a szervezőjeként kell egy ilyen globális táncimádatnak lenni, mert ugye ez nem csak arról szól, hogy te a saját együttesedet népszerűsíted, hanem kinyílik a paletta, és gyakorlatilag megmutattok szinte minden táncot, ami Nyíregyházán fellelhető. Pontosan így van. Amikor fiatalon elkezdtem tanítani, akkor természetes módon azt hittem, hogy csak én létezem és senki más. Nyilván az ember öregszik, telik az idő, tapasztal, és rájöttem arra, hogy gyerekek jönnek, mennek. Tehát ha valaki a hip-hopot szereti, az nem biztos, hogy lesz olyan türelmes, hogy beáll és évekig tanulja annak a modern kortárs mozdulatnak a szakmai részét. És ez fordítva is igaz, és lehet, hogy valaki a balettnak azt a komoly, fegyelmezett stílusát fogadja be jobban, és nem megy el mondjuk egy bachata vagy egy salsa órára. És személyiségfüggő akkor, hogy ki mit választ? Vagy azért vannak olyan elvetemültek, akiknél megfér sok minden? Bár szerintem a modern táncban is nagyon sok minden beleférhet. Igen, látva egy ilyen Reflex gálát, ott aztán minden van. Így van, mert ez egy jó kis keverék, az nagyon sok mindent befogad. Hát kinek milyen a lelke, kinek milyen a gondolkodása, az életvitele, a hangulata, stb. Erre jó most ez a rendezvény, ez a táncválasztó, ahol aztán tényleg nagyon-nagyon sok mindent kipróbálhatnak, és igazából ez a lényeg, hogy felöltözünk, elindulunk, eljövünk otthonról, kimozdulunk, és amikor már ott van valaki, akkor biztos, hogy elkapja a szikra, és nem akar majd hazamenni, mert majd én irányítom, hogy lehet menni a következő órára, és ez annyira jó, hogy bár csak két termünk van, de tele van a ház, és rengetegen tavaly is jó sokan voltunk, jó hangulatban, hogy egyik táncóráról gyakorlatilag rohannak a gyerekek, sétálnak a felnőttek a másik táncórára, és ennek azért van egy varázsa, amikor sok ember egy helyen is mindenki imádja a táncot, a mozgást. És hát ez ugye elvezet addig, hogy egészséges életmód, hogy mennyire boldoggá tesz minket az, hogy mozgunk, milyen jó hatással van a szervezetre. Tehát ilyenkor van idő ezekről a dolgokról is beszélgetni. És gondolom, hogy akár mondjuk egy profi hip-hop táncosnak is van lehetősége mondjuk kipróbálni magát egy teljesen más műfajba, mert akár 45 percig simán beleugorhat egy ilyen órába, ugye? Vagy ezt elsősorban azoknak találtátok ki, aki még nagyon az elején van is. Hát akik már elköteleződtek, nyilván azok a klasszikus balettől, a zumbán át, a hip-hopon át, a pilateszen, az örömtáncon át járnak bizonyos helyekre, tanfolyamokra, tánciskolákba. Nyilván őket is várjuk, mert próbáljon ki mást, de azokat elsősorban, akik még soha nem találkoztak ilyen élménnyel, vagy csak szerették volna, vagy nehezen indultál, de nem ért oda. Ez szóval... az életkorban mit jelent? Hát életkorban ez 4 éves kortól 99 éves Komolyan? Korig. Tehát valaki 60 évesen úgy gondolja, hogy hát én lemaradtam erről, de most ezen a nyílt napon, ezen a nyílt órán, ezen a táncválasztón kipróbálom? Miért nem?
azért van a rendezvény, és alapvetően mi zárkózottabbak, visszafogottabbak vagyunk, tehát furcsalanák, hogyha elkezdenénk az utcán táncolni, pedig csak boldog vagyok, és ki akarom magamból táncolni azt az érzést, és akkor mi van, érezze jól magát az a valaki, elsétálnak, mint hogy a táncszabolban a gyerekeim elkezdtek táncolni az utcán, a ebéd után, ahogy visszafelé mentünk a táncórára, és mosolyogtak az emberek, megnézték őket, hogy édesek, de jót, lazák és felszabadultak. Ugyanezt miért ne tehetné meg egy 50-60 éves valaki, hogy beáll balettórára például? Most az jutott eszembe, hogy itt volt a Cantemus Fesztivál, és a Kossuth téren volt a folklór nap, és amikor az amerikaiak énekeltek, akkor az összes együttes, a spanyolok, a törökök, mindenki felugrott, igen, mert az amerikaiak alapvetően nagyon lazák voltak, és egy szédületes jamboree kerekedett. Ugye nyilván egy fesztivál hangulatban, egy felszabadult nyárestén az ember megenged magának dolgokat, és akkor mi az ilyen kis visszafogott, frusztrált magyarok is csatlakoztunk, úgyhogy hát reméljük, hogy most felszabadulnak a szorongók is, és kipróbálják magukat. Hogy kell elképzelni ez akkor, hogy tevédik össze ez a sok-sok óra, mely együttesek képviselik magukat itt Nyíregyházán? Hadd kezdjem a helyszínnel, engedd meg nekem. A Evangélikus Általános Iskolában lesz a rendezvény ezen a héten vasárnap. Délelőtt 10 órától elkezdődik az esemény, és délután 4 óráig fél órás etapokban 14 nyíregyházi tánciskola vezetője fog órákat tartani. Erre lehet regisztrálni a közösségi oldalunkon, van egy esemény a 4. nagy táncválasztó Nyíregyháza néven, és ott találnak egy linket, lehet jelentkezni, de ha valaki esetleg nem találja meg és lemarad, de nagyon szeretne, mert hallott róla jönni, akkor ajtó nyitva is bármelyik órára bejöhet. Ezek ingyenesek, ezek az órák? Teljes mértékben ingyenesek, ez a lényeg, hogy ingyenesen megízlelem, tetszik, és akkor felveszem a kapcsolatot a pedagógussal, és esetleg későbbiekben már taggá válhat abban az adott iskolában. Ez nagyon jó egyébként azoknak a szülőknek, akik elhatározzák, hogy valamilyen mozgásformát szeretnének a gyereknek, de azért, mert nagyon fontos a vezető, ugye az előbb arról beszéltünk, hogy a személyiség, a lelkület, és hogy milyen a táncpedagógus, mert azért a legtöbb esetben ugye ez egy pótanya vagy pótapa, mindenképpen egy vezető is egyben, és hogy mennyire illik a gyerek karakteréhez, tehát ez is fontos, és ott a helyszínen akkor mindenre van lehetőség. Te beszoktál állni mások óráira? Hát persze, most a zumbát nagyon várjuk, már megbeszéltük a lányainkkal, a gyerekekkel, hogy egy szülőkkel, hogy egy nagy bandában beállunk, és élvezni fogjuk azt az órát. Akkor úgy 4 óra felé egy ilyen örömtáncra lehet készülni? Mondjuk úgy a vége felé az eseménynek? Hát akkor éppen mazsoret lesz, de 10 órától rengeteg fajta jó hangulatú órán szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné kipróbálni a táncnak bármely formáját. Köszönjük szépen! Kedves nézők, mi is mozgással folytatjuk. Tánc előtt vagy tánc után kerikre is pattanhatnak Nyíregyházán. A Bringaváros idei rendezvénye most szombaton lesz. Nézzünk egy kis ízelítőt a tavalyi eseményről. We'll be right back.
Szeptember 24-én szombaton, tehát ismét Bringaváros, a cél minél hosszabb távot teljesíteni a város kerékpárút hálózatából, természetesen két keréken. Vendégeim Hornyák Enikő, a Nyíregyházi Önkormányzat sportreferense, és Juhász Miklós társszervező, a Bringa sziget képviselője. Üdvözlet. Nagyon hivatalos volt, de több percet így sokkal lazábbak vagytok a rendezvényen, ugye? Abszolút. Meg majd itt menet közben is majd fogják érzékelni a kedves nézők. Nos, tehát vasárnap, reméljük, hogy csoda jó idő lesz, igazi kerékpáros idő, de azt mindig elmondjuk, hogy azért akik megszállottak, azok abszolút nem foglalkoznak azzal, meg hát egy jó kerékpáros öltözet, ugye az arról szól, hogy fölveszel magadra mindenféle kapucnit, meg esőkabátot, és úgy is lehet tekerni, de ezt most csak úgy zárójelben mondom, mert hogy azt mondta, jó idő lesz. Nézzük folyamatosan az időjárás jelentéseket, ma reggel is rajta csüngtem, úgyhogy elmondhatom őszintén, hogy a lehető legjobb idő lesz most szombaton a héten. Felhők közül már kibukkant a nap az időjárás jelentés piktogramjai szerint, úgyhogy egy ilyen 19-20 fokra lehet számolni, ami ideális kerékpáros idő. Szuper, Borsi, majd felveszünk ide a Kölcsei Televízióba ilyen időjárás jelentőnek is akár. Ez nem az első rendezvény, úgyhogy tényleg már rutinosak vagytok, de minden évben van valami újdonság. Kezemben tartok egy menetlevelet, amelyen különböző pecséteket kell összegyűjteni azoknak, akik részt vesznek. Mindenkinek kerékpáron kell lenni, vagy ez esetleg a hozzátartozók is gyűjthetik a pecsétet? Mi a hozzátartozók, akik szintén kerékpárral jönnek, gondolom úgy értetted. Mi arra próbálunk mindenkit motiválni, hogy kerékpárral tegye végig a távot. Azért az elektromos roller az nem biztos, hogy olyan egészséges, mint egy kerékpár, illetve egyéb segédeszközök használatát is kérjük mellőzni, hiszen ez pont arról szól, hogy ismerjük meg a várost a kerékpárút hálózaton keresztül, a szabadban való mozgás. Nagyon sok család elindul úgy, hogy egy kisgyerek utána kötve kis biciklivel, természetesen ők rövidebb távot szoktak megtenni, de mi azt látjuk, hogy van, aki már 3 évesen aktívan kerékpározik és megérkezik a pecsételőpontokra, tehát ez tényleg arról szól, hogy kerékpározzunk, gyűjtsük a pecséteket, és mindenhol valami meglepetés várja majd őket. Na, akkor úgy magát az egész rendezvényt ismertessétek, tehát, mert nyilván nem mindegy, hogy valaki Rozsdét-Szőlőből indul, vagy a Kertvárosból, vagy a Józsavárosból, merre felé induljanak. 11 regisztrációs pontunk van. Kistelek is szülők kivételével mindenki nagyon közel, 1-2 kilométeren belül megtalálhatja azt a hozzá közel lévő regisztrációs pontot, ahol felvesz egy ilyen menetlevelet, és akkor neki indul az általa elképzelt úton. Azért mi azt javasoljuk, hogy nézze a helyi média oldalát, hiszen nagyon sok oldalon elérhető ez a menetlevél, tehát érdemes előre megtervezni az utat, mert akár 60 kilométerrel is teljesítheti mind a 17 pontot, de akár csinált belőle 120-130 kilométert is, tehát érdemes előre megtervezni. Mi azt javasoljuk, is szokták, ugye, igen, hogy előre már kitalálják, hogy milyen útvonalon mennek. Hát volt, aki mondjuk felvette 8:30-kor a menetlevelet, és 11:30-re már visszaért, hogy ő szeretné beváltani ugye a pecséteket, de hát mondtuk, hogy déltől osztjuk az ajándékokat, tehát 3 óra alatt teljesítette a 17 állomást, és nem versenykerékpárral, tehát nem profi sportolókról beszélünk. Mi azt gondoljuk, 4-5-6 óra alatt akár 14-15 pontra is el lehet jutni, aki pedig mind a 17-et szeretné, az pedig tényleg elindul időbe, és 3 óráig kényelmesen tudja teljesíteni a távot. Hol vannak ezek a pontok, azért azt így mondjuk el? A város különböző részein, gyakorlatilag a város részek bekapcsolódtak ebbe a együttműködésbe. Józsaváros, Sóstóhegy, Nyírszőlős, Soros, a belváros, tehát gyakorlatilag minden egyes városrész képviselteti magát, és minden egyes városrésznél megvan ez konkrétan nevezve, hogy melyik utca hány szám alatt kell keresni a pecsétgyűjtő kollégákat, vagy a pecsétosztó kollégákat, ott regisztrálva, bepecsételve lehet gyakorlatilag tovább haladni, illetve ugye a 11 városrészen kívül van 6 támogatói pecsétgyűjtő helyszín is, ahol még kis frissítőket, kis energiapótlásokat is gyakorlatilag kaphatnak a kedves kerékpárosok, sőt, mi több, én úgy tudom, hogy bizonyos városrészek még ilyen extra programokkal is készültek. Idén is vannak kiemelt helyszínek, ahol egyéb attrakciók várják a nyíregyháziakat, illetve azért én elmondanám azt, hogy ez nem csak nyíregyháziaknak szól. Azért megyeszékhelyként azért mi ilyenkor igyekszünk a megyét is kiszolgálni, hiszen Tokajig van kerékpárutunk, tehát akár a Kamazról, akár Nyíltelekről, akár bármelyik környező akár településről, Tokajból, akár Tokajból is át lehet jönni. Vannak, akik amúgy például van egy srác, aki
ez az ötödik alkalom, és eddig mind a négy alkalmon ott volt, kis újszálláson megérkezik, vonattal, és végig tekeri a teljes távot, alig várja, hogy mikor lesz már szeptember utolsó szombatja, hogy Nyíregyházán tekerhessen, és én azt remélem, hogy idén tényleg a környező települések is akár megmozdulnak, és akár bejön autóval, leteszi az arénánál, vagy akár mondjuk beteker valameddig, el lehet indulni, és fel lehet fedezni Nyíregyháza szépségeit, és van kiemelt helyszínünk, ahol családi nappal, közlekedésbiztonsági nappal várjuk a nyíregyháziakat, ilyen lesz Sóstúhegy, vagy a Robinsonon 11 órától egy rekordkísérletbe is be lehet csatlakozni, emeljük magasba a gyerekek. Rekordkísérlet lesz, Törpe utcán ugrálóvár, illetve nem árulunk el, lesz, ahol Lapcsánka várja a nyíregyháziakat és az odaérkezőket, tehát érdemes tényleg minél több helyre eljutni. Igen, pont ez jutott eszembe, hogy korábban azért voltak olyan városrészek, akik azért bulit is csináltak, és természetesen főztek is valami finomságot. Mondjuk, mi van akkor, ha valaki minden helyszínt elér sikeresen, és minden pecsétje meg lesz ebben, és mi van, ha mondjuk valakinek csak 6-ot sikerül? Számít ez? Mi azért azt javasoljuk, hogy 10 pecsétig ne álljanak meg, mert azért 10 pecsétet összegyűjteni akár a belváros és a környező körzetek regisztrációs pontjaival szerintem egy-másfél óra alatt is össze lehet gyűjteni 10 pecsétet. Ez azt jelenti, hogy ki se kell menni a körzetekbe, akár Orost, akár Borbányát, akár Sóstvegyet is kihagyhatják, de tényleg ismételjük, hogy érdemes amúgy kimenni a környező külső területi városokba is, de 10 pecséttől kap mindenki ajándékot. Tehát ahol beregisztrált, felvette a menetlevelét, oda kell visszaérkeznie délután 3-ig, és kap 10 pecsétnél egy ajándékot. Aki bevállal már körzeteket és külterületeket, 14 pecsétet gyűjtött, ő kiegészítő ajándékot kap, a 17 pecsétet elérők pedig egy sorsoláson vesznek még rész pluszban. De erről szerintem Morszi bővebben tud. Gyakorlatilag itt a Bringa-sziget jóvoltából egy ajándékutalvány került kisorsolásra, és nyilván itt a városrészek között fognak kerekezni a kezdes bringások, de a lényeg az, hogy azért a Kossuth tér is nagyon aktívan készül a kerékpárosok fogadására, több kiemelt programmal, gondolunk az egészen kicsikre egy bringa játékos kis bringa pályával, amelyet, hogyha teljesítettek, egy kis apró ajándékot kap minden egyes csöpség, így szülők, nagyszülők figyelem lehet már kora délelőtt 9 órától felhozni a gyerekeket és kipróbálni futóbiciklin az egészen piciket, a kicsit nagyobbakat pedig rendes kerékpár fogja várni, és az a kis akadálypályát teljesítve megkapják az ajándékot, illetve egy picit átalakítva a korábbi hagyományokat, mert ugye az volt a megszokott, hogy görgős kerékpáron minden egyes városrészen kihelyezett ilyen egységen lehetett tekerni és a kilométereket gyűjteni. Most egy picit átgondolva ezt a történetet, a Kossuth téren lesz egy görgős kerékpár, és gyakorlatilag a város részekért fognak tekerni profi kerékpárosok. Nyilvánvalóan ezt kora délelőtt, kora reggel fogjuk kisorsolni, hogy ki melyik városrész fogja képviselni tényleg az igazságosság jegyében. És ott minél többet 20, fognak tekerni? Hát 20 percenként fogják váltani egymást, 11 profi kerékpáros gyakorlatilag. Illetve hát ami szokott lenni, mindig egy-egy bringa város kapcsán kerékpár szépségversenyt is hirdettünk, úgyhogy várjuk azon kedves városlakókat és nem városlakó környékbelieket, akik gyakorlatilag eléggé szépnek ítélik a kerékpárjukat, szeretnék megmutatni országvilág előtt, és azt a Kossuth térre felhozva mi befotózzuk, feltesszük a Nyíregyháza a Facebook oldalára, és ott gyakorlatilag jövő hét péntek déli 12 óráig lehet szavazni. Ott is nyilván egy vásárlás jutalvány lesz gazdagabb, aki a legtöbb szavazatot fogja kapni, és végül, mint mindig, minden egyes kerékpáros rendezvény során díjazzuk a legtöbb indulót delegáló iskolákat, ez lehet általános iskola, lehet középiskola, úgyhogy akik ott a legtöbben képviseltették magukat egy első, második, illetve harmadik hely formájában, szintén vásárlási utalványban részesülhetnek. Hát ilyenkor azért a testnevelő tanárok általában mozgósítják a diákokat, hiszen végülis ez egy nagyon klassz tömegsport rendezvény is, egyben pedig hát egy kicsit a kis saját városrészük iránti elkötelezettségüket is meg tudják mutatni azzal, hogyha minél többet tekernek, minél több pecsétet gyűjtenek, ahogy Enikő mondta, tehát 10 pecsétnél már jár az ajándék, 14-nél a plusz ajándék, és 17 pecsétnél pedig a sorsolás, ami hát úgy gondolom egy nagyon izgalmas dolog. A sorsolás az ott lesz a Kossuth téren, vagy pedig online módon mondjuk a közösségi oldalon fognak róla értesülni majd a résztvevők? Következő héten fogjuk megejteni a sorsolást, és majd értesíteni fogjuk a nyerteseket, hiszen az adatokat el fogjuk kérni azoktól, akik mind a 17 helyet teljesítették. Köszönjük szépen, reméljük, hogy rengetegen lesznek. Mi is bízunk benne.
A Bringaváros azoknak is kitűnő kikapcsolódás, akik degeszre ették magukat a Tírpák Fesztiválon. Több ezer adag étel fogyott múlt hétvégén a Kossuth téren, ezt kollégánk Petrikovics Richárd is dokumentálta. Töltött káposzta nélkül nincs gasztronómiai fesztivál Szabolcsban. A Nyíregyházi Tírpák Fesztivál a Szlovákiából származó 18. század közepétől betelepülő tirpákok egyszerű, ám változatos ételeit mutatta be immár sokadik alkalommal. Ilyen ez a krumplis finomság is, amit ezen a tájon mindenki lapcsánkaként ismer. De volt itt csülkös babos káposzta, gulyásleves, pacal vagy éppen birka pörkölt. A szombati nap minden évben a szakmáé, vagyis a megyeszékhelyről és környékéről érkező mesterek kínálnak komoly ízkavalkádot az ideérkezőknek. A profi főzőcsapatokat vasárnap az amatőr közösségek váltják. Egy biztos, vendégszeretetben és ételben nincs hiány a Tírpák Fesztiválon. Idén is több mint 10 000 adag étel fogyott a hétvége alatt. 9. alkalommal rendezzük meg itt a Kossuth téren a Tírpák Fesztivált, és most 8 testvér és partnervárosunk van jelen, ebből 4 főz is. Nem tudom, a hátam mögött lehet látni, hogy bár kicsit borongós az idő, de nagyon sokan eljöttek megint a Tírpák Fesztiválra, ami ugye Nyíregyháza egyik jelentős gasztronómiai hagyományőrző fesztiválja. Most éppen a színpadon is egy olyan hagyományőrzés, vagy olyan néptáncot mutatja be. Úgyhogy azt gondolom, mint hogy eddig is szokott lenni, ez egy sikeres fesztiválja a Nyíregyházának, nagyon sokan kíváncsiak mindig rá. Az esemény idén egy nappal tovább tartott. A pénteki koncertek után a Vigasság szombaton és vasárnap is folytatódott. A hagyományőrző egyesületeknek pedig most is, mint minden évben, kiemelt szerep jutott a megyeszékhely főterén zajló fesztiválon. Ezzel véget ért a Weekend első része, maradjanak velünk, hamarosan kezdődik a híradó, aztán pedig várjuk vissza önöket, Mese Egyetem és Tokaj hegyaljai születi napok a folytatásban. Köszöntöm önöket ismét itt a Weekend, Benedek Elek születésnapjára emlékezve szeptember 30-án ünnepeljük a Népmese napját. Az eseményre a Magyar Népmeséért Alapítvány idén is különleges programmal készül. Vendégeim Cservenek László, az alapítvány elnöke, és dr. Nagy Balázs, a Nyíregyházi Egyetem óvó és tanítóképző intézetének adjunktusa. Jó estét! Jó estét. Mesés szép jó estét mondhatnám. És ugye Laci, hát te nagyon komolyan gondoltad ezt a rendezvényt, amikor megálmodtad, és úgy tűnik, hogy egyre komolyabb, vagy egyre mesésebb, vagy azt nem mondom, hogy hihetetlenebb. Minden esetre érdekes fordulatokkal gazdag, úgyhogy mesélj a 2022-es Népmese napjáról, mi mindennel készültek.
Tényleg így jön a Magyar Népesen napját, igaz, 30-án van, ugye Benedekelek születésnapján ennek a napja, de tudatosan tettük szeptember 29-re ezt az úgynevezett első őszi mesegyetem nével ezt a úgymond szakmainak mondott, de tulajdonképpen mindenkit várunk a városlakók közül is, úgymond konferenciát, olyan előadásokat, akik mindenkinek közérthető. Itt egy a lényeg, az lenne ennek a Népmesélet Alapítványnak és az őszi mesegyetemnek is a küldetése, a célja, hogy olyanok is eljöjjenek ezekre az előadásokra, azon ki, hogy majd a tanár úr majd fogja jelezni, hogy itt vannak olyan hallgatók, akik kimondottan ilyen tantárgyakat is tanulnak magán az egyetemen, és őket érdekli ez a téma, hogy elérjük már végre azt az inger küszöbet, és itt fiatalokról van szó, de természetesen az én korosztályomat, sőt a nagyapákat, még az idősebbeket is nagy szeretettel várjuk, hogy mennyire fontos lett a mai világban a mese. És nem csak a népmese, mert ugye külön kiemeltük, hogy lesz olyan előadója is ennek az őszi mese egyetemnek, aki nem kimondottan a magyar népmesével, mint egy hungarikumban fog foglalkozni, hanem egyáltalán a mesékkel. Sőt, ez az illető, ez itt Nyíregyházán él, és meséket ír, és nagyon jó meséket ír. Nos, hát akkor egy picit a tudományos hátterét is alapozzuk meg ennek a napnak. Mitől is lesz Mese Egyetem 30-án itt Nyíregyházán? Mi nagyon örültünk az alapítvány kezdeményezésének, hiszen két szak is az intézetünknek a gondozásába tartozik. Az egyik a tanítószak, a másik pedig az óvodapedagógus szak. És mind a két szak olyan, amelynek a küldetésében a mese kiemelt szerepet játszik, és hát olyan kutatásaink is folynak az intézményben, amelyek próbálják egy kicsit azt feltérképezni, hogy hogyan lehet ezt a mesei műfajt a mindennapi pedagógiai gyakorlatban hatékonyabban közvetíteni a gyerekek felé. És hát ezért a hallgatóság egy része csak ugyan a Nyíregyházi Egyetem hallgatóiból fog állni, de ahogy Laci is említette, a mese az egy generációkon átívelő műfaj, valójában egy olyan univerzális műfaj, amely minden korosztály számára hordoz mondani valót, ahogy eredendően is nem gyermek műfaj volt, hanem egy felnőtteknek szóló műfaj, ezért szeretnénk azokat a gyakorló pedagógusokat is megszólítani, akik nap mint nap kapcsolatba kerülnek a mesével, illetve hát bárkit, aki csak akár szülőként a gyermekének mesél otthon, vagy érdeklődik ez iránt a műfaj iránt. Nagyon érdekes dolog az, ugye, hogy ezek a népmesék, vagy akár mondjuk a nagy klasszikus mesék, ugye nem nagyon változnak. A világ változik, de valahogy a gyerek mégis ugyanazzal az őszinte csodálkozással tud rácsodálkozni, és megrettenni a farkastól, és szurkolni együtt piroskának, hogy élve kikerüljön a farkas bendőjéből, annak ellenére, hogy körülöttünk már egy teljesen más világ van, mint ezelőtt 50 évvel. Meg kell-e változtatni mondjuk magát a dramaturgiát, vagy azokat az eszközöket ténylegesen, amivel mondjuk egy pedagógus vagy egy óvodapedagógus eljuttatja ezeket az örök klasszikusokat, vagy elég a gyermeki őszintességre, a kíváncsiságra hagyatkozni, és tulajdonképpen csak ugyanolyan szeretettel kell a gyerekek felé fordulni, mint mondjuk a háború, a második világháború idején akár. Én azt gondolom, hogy a mese, mint egy egyetemes műfaj, az egy szóbeli művészet, és ugyanúgy megvan a varázsa, ahogy évtizedekkel vagy évszázadokkal ezelőtt is, de ugyanakkor azzal is szembe kell nézni, hogy a pedagógiában van egy innováció. Tehát vannak olyan módszerek, olyan újítások, olyan innovatív eljárások, gondoljunk mondjuk a papírszínházas feldolgozásra, vagy mondjuk olyan interaktív mesékre, olyan online eszközökre, amelyek ugyanúgy szerepet játszhatnak ennek a műfajnak a közvetítésében, és hát a pedagógusok gazdagíthatják a módszertárukat ezekkel az eszközökkel, és kell is, hogy a mai gyerekek is ne csak a hagyományos módon, hanem ezekkel az újabb eszközökkel is megismerkedjenek, az ezen keresztül tolmácsolt mesékkel is találkozzanak. Valahogy inkább az aránynak, a hangsúlyoknak a megtalálásán van a hangsúly, és hát nyilván a pedagógusnak a kreativitása, a módszertani kultúrája dönti azt el, hogy ő mit választ ezekből, természetesen az adott gyerekközönségnek a fejlettségi szintjét, igényeit figyelembe véve, vagy azt, hogy ő milyen célt szeretne ezzel a mesével elérni. Igen, pont erre gondoltam, hogy egészen más, amikor mondjuk ébren akarjuk tartani a gyerekeket, és valamilyen bölcsességet átadni, vagy mondjuk elaltatni őket, mert akkor éppen nagyon jó, hogyha semmilyen más inger nincs, csak az emberi hang, és persze fontos az is, hogy jó előadó legyen az, aki mesét mond, mert hát valahol szerintem az a titka. Akik itt mesét mondanak majd a Magyar Népmese napján, valamennyien képzett mesemondók, vagy a lelkesedés is nagyon sokat számít majd?
Tulajdonképpen ez az első őszi mese egyetem inkább szakmai jellegű lesz. Ugye 29-én lesz, tehát egy nappal direkt a népmese napja előtt, és természetesen Berec Andrással fogunk kezdeni. Őneki lesz egy kicsit hosszabb előadása a többi előadóhoz képest, és lesz egy záró egyetemista. Az egyetem úgymond a magyar népmese napja kedvéért, meg talán reméljük a Mese Egyetem miatt, hogy hát, ha lesz ennek folytatása, mert ezt rendhagyónak tervezzük, tehát szeretnénk második, harmadik, sőt reméljük még tizedik őszi Mese Egyetemet is itt Nyíregyházán. És a Népek Meséi címmel hirdettek meg Balázsék az egyetemen mesemondó versenyt, és annak a győztese itt fog előadni, tehát ha fogja hallani őt Barec András, Kossuth Díjas előadó művész, hogy megvan-e az utánpótlás. Hányan indultak egyébként ezen a mesemondó versenyen? Még jelenleg is lehet jelentkezni, nem zárult le a jelentkezésnek a folyamata. Ez a jövő héten kedden lesz az intézetünkben. Egyébként ez már egy hagyományos mesemondó verseny, minden évben indulnak rajta óvodapedagógus szakos, tanítószakos, csecsemő és kisgyermeknevelő szakos hallgatók is, akik nem csak itt nálunk szoktak szép eredményeket elérni, hanem utána országos mesemondó versenyen is megmérettetnek. És hát valójában ez egy keretet ad majd a jövő heti rendezvénynek. A két mesemondás között pedig szakmai előadások lesznek inkább, különböző tudományterületek, mindenki a saját szemszögéből, a saját tudományterületéhez kapcsolódóan fog a meséről beszélni, legyenek ezek mondjuk a teológiával kapcsolatos szempontok, az általános iskolai tanítással vagy az óvodapedagógiával kapcsolatos területek. Kell a rendezvényre regisztrálni, vagy kiket vártok elsősorban majd a közönség soraiba? Nincs regisztráció. Tulajdonképpen mindenkit várunk, aki nem csak Magyarországon, bárhol, tehát most mondhatnám a Kárpát-medencét, mert már kaptam olyan telefonhívást, hogy lehet, hogy pont Berec András miatt átugranak Erdélyből is meghallgatni. Mondtuk, hogy ő most nem lesz annyira hosszú előadása, de maga a téma érdekli. Szintén pedagógus család jön majd át. Én azt mondom, hogy bárki bejött erre a rendezvényre. A hallgatók azokat érdeklés, ők is azért nagy száma vannak. Az előadó teremnek a nagysága az 150 fő körüli, tehát azért jöhetnek be, úgymond nem szakmabeliek, hanem civilek, sőt őket szeretnénk. Én leginkább azonban azokat a fiatal generációs családokat, vagy akár nagyszülőket, vagy felnőtteket várnám. Ugye, mert Balázs is mondta, hogy először is a mesét, az mindig is a felnőtteknek volt kitalálva, bár gyerekeknek mondjuk, de nagyon-nagyon fontos lenne végre már, amiért létre is jött ez a népmeséért alapítvány, amiért Berec András is küzd, hogy eljusson az az inger küszöbb a mai fiatal generációs családokhoz, hogy hogy kell a gyerekünkhöz közel kerülni. Nem muszáj mesét olvasni, lehet azt mondani is élő szóval, csak foglalkozunk fel, és ne azt csináljuk, hogy odaadjuk a támítót és kapcsolgat is. Azt beszéltük pont Balázsról, a mai gyerek úgy néz mesét, ha nincsenek szülők, olyan szülők, akik foglalkoznak vele, hogy kapcsolgat annyi az ingerküszöb, hogy 5 percet a kibír, és már kapcsol a következő csatornára. Na hát mi ezt szeretnénk elérni, és ezt beszéltük a óvodapedagógusokkal, akik szintén fognak előadni, hogy erre kellene följön a szülők figyelmét is, hogy igenis szánni kell időt a gyerekeinkre. Így van, ez egy nagyon fontos üzenet, beszéltünk már erről korábban is, hogy ráadásul nem csak a vizuális készen kapott ingerek vannak, hanem nincs magyarázat egy-egy kérdésre, ami ugye a gyerekben fölmerül, míg egy élő mesében, főleg egy ilyen otthoni közegben arra van lehetőség, hogy megálljunk, a gyerek kérdezzen, válaszoljunk, megnyugtassuk, ha esetleg olyan horrorisztikus történet van, hiszen ugye azért gyakran a mesékben vannak ilyen váratlan fordulatok, hogy mégis egy harmonikus és egy kellemes élmény legyen a mese hallgatás, és ne egy kérdésekkel és félelmekkel teli időszak. Hát ezt egyetemi szinten akkor 29-én a helyszínt, mondjuk el még egyszer is az időpontot, hová várjátok a vendégeket? Házigazdaként mondjuk mindegy, melyikünk mondja, a Nyíregyházi Egyetem D7-es kör előadó is 13 órától 17 óráig tartanak majd ezek a programok. Annyit hagyd mondjak, már nem tőlem származik, de annak idején mondták, hogy az Élet egy nagy színház. Most van egy új változata ennek, hát ez is elmegy a köztudatba, az Élet egy nagy mese, és ezt a múltköz egyik médiás kollégám úgy fogalmazott, Laci, akkor most kezdődik, hogy egyszer volt, hol nem volt, és mindenki úgy élje meg a saját életét, hogy jól legyen a befejezés. Így van. Na hát itt a vége, fuss el vélek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm. Mesébe illő történettel megyünk tovább. Fehér Nandu fióka kelt ki nemrég a Nyíregyházi állatparkban. A Nanduknál az apa költi ki a tojásokat, erre most először volt példa a sóstói állatkertben. Thank you.
kell a kis Nandunak. Egy kis tojásreszelék, répareszelék, pulykainnyitóták, korka, és a szüleinek pedig salátát és darát. Valaki igen kíváncsi. Félénken közelít a Fehér Nandu család a finom falatokhoz. A szülőkkel tart az augusztus végén kikelt fióka is. A több ezer fajt bemutató nyíregyházi állatparkban a család gyarapodása kivételesnek számít, eddig ugyanis természetes úton itt még nem szaporodott a Fehér Nandu. Alapvetően a Nanduk igazán különleges futómadarakhoz tartoznak, hiszen szürke tóruhával rendelkeznek, de később kitenyésztették a fehér színváltozatát is az állatoknak, és azért különleges a kicsinek a világra jövetele, mert ez az első a történetünk során, mikor is a maga az apa állat költi ki a tojást. 12 évvel ezelőtt volt már kis Nandunk, de akkor azok igazából tojáskeltetőben keltek ki, most viszont természetes úton sikerült így szaporítani ezeket a különleges futómadarakat. Vagyis apaságból dicséretet érdemel a Nandu kakas. A tojást 36 nap alatt költötte ki, és ezt követően is sokat foglalkozik a csöpséggel. A családalapítás feladatainak oroszlán része tehát ennél a fajnál az apára hárul. A nyári időszakban bámulatos násztáncot lejtett a hímállatunk, tehát ő csapogtatta a szárnyait, és mutatta, hogy ő a világ legszebb Nandu fiúja, őt válasszák. A nőstény ki is választotta ők elmét, és egy különleges gödröt készítettek a földbe. Ezt gajakkal, kis szénával kibélelték, és belehelyezték a tojásokat. Most több tojásunk volt, egy tojásból kelt ki életképes utód, aki fészekhagyó fióka, azaz azonnal elkezdik követni a szülő állatokat, és elsősorban az apa állattal együtt tartózkodik a kifutóban. A kicsi egyébként bámulatos gyorsasággal növekszik, most olyan 25-30 cm-es, és nagykorában 160 centis is lesz, ezt a testmagasságot fél éves korában fogja elérni. A Nandu a struchoz hasonló, ám annál jóval karcsúbb állat. Látásuk és hallásuk is kiváló, erőteljes lábukon akár 60 km/órás sebességgel is képesek futni. A Nanduk Dél-Amerikában honosak, éppen ezért az állatparkban, az Andok Kalandok kifutóban élnek, olyan illusztris társasággal a szomszédságukban, mint az alpakák, a tapírok vagy a kapibarák. Hazánk egyik legrégebbi szüreti eseménye a Tokaj-hegyaljai szüreti napok. A rendezvényt 1932 óta ünneplik, vagyis idén 90 éve. Három nap alatt megszámlálhatatlan program is élmény várja majd az ide látogatókat. Vendégem dr. Fintor Gábor, a Tokaji Kulturális Központ intézmény vezetője. Szia, jó estét! Szia, jó estét kívánok! Hát mielőtt itt a nagy kavalkádba, az íz és program kavalkádba belevágnánk, azért szeretném, ha egy picit visszatekintenénk. Egy nagyon tartalmas nyári évad végén vagyunk tulajdonképpen, ami azért belenyúlt az őszbe is. Gondolok itt az Ákos koncertre, hiszen ez már szeptemberben volt. Úgyhogy így visszatekintve, milyennek ítéled ezt az évadot, milyen volt, milyen élményeit voltak a közönségnek elsősorban? Összességében azt gondolom, hogy az országban egyedülálló produkciók, előadások, koncertek jöttek létre Kelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri színházában, a Fesztiválkatlanban. Két világsztárt is köszönhettünk, ugye egyrészt Bobán Markovicsot, másrészt pedig a világ talán legismertebb zongoristáját, Richard Kledermant, és emellett pedig ugye a hazai szupersztárok is felléptek nálunk, mint például Majka, Rózsa Magdi, vagy az általad említett Ákos is. Úgyhogy összességében kiválónak értékelem a nyarat, a Fesztiválkatlan programsorozatát, de most már tényleg rákanyarodtunk az őszre, és az ősz legnagyobb eseményére. Hát végül is erre a nyára nem csak kulturális szempontból nem lehetett panaszunk, hanem ugye az időjárás is olyan volt, hogy szerintem nem is maradt el semmi, vagy nem kellett esőnapot hirdetni. Egyik sem, így van. A 7 év alatt, amióta a programokat szervezem a Fesztiválkatlanban, mindig szerencsénk volt. Egyetlen egy alkalommal maradt el előadás, és most idén is minden előadást meg tudtunk tartani. Hál' Istennek kiváló időjárás volt tényleg, úgyhogy
ez tényleg nagyon jól sikerült ebből a szempontból is. Hát reméljük, hogy az ősz azért kegyes lesz a programok tekintetében, ugye, hiszen itt most egy nagy jubileumra készülöttek, bár a tapasztalatunk az, hogy most szinte minden nap volt egy kis eső, de azért annyira nem vészes, és biztos vannak olyan programok is, amit ugye szárazon meg lehet úszni, úgyhogy mesélj ezekről, mi mindenre készültek. Tokaj hegyaljai születinapok, ahogy említetted, 1932-ig nyúlik vissza a történet, tehát idén 90 éves a rendezvény. A jubileumra számos koncerttel, gasztroeseménnyel, boros programmal készülünk a Tokaj Aszun évadó városában, Tokajban, és az információink szerint várhatóan majd dr. Nagy István agrárminiszter úr is ellátogat a rendezvényre, csak úgy, mint a Technológiai és Ipari Minisztérium miniszterhelyettese, az ország, a térség országgyűlési képviselője dr. Kons Zsófia. Ez is emeli, azt gondolom, hogy az esemény rangját. A három nap alatt megszámlálhatatlan produkcióval készülünk, október első hétvégéjén, szeptember 30-a, október 1-e és október 2-a lesz az időpont, amikor várjuk a kedves televíziónézőket Tokajba. Szeptember 30-án a Bagosi Brothers koncertezik, majd 20 órától, október 1-én a Budapest Bár, október 2-án pedig Lóci játszik, illetve a Kis Csillag együttes lép majd színpadra. Ezek a nagy fellépők, de számos más kisebb program is lesz a főtéren és annak környékén. Utcaszínház, utcazenei programok, térzenei kavalkád, bortér, prémium orrászokkal, tényleg most a legtöbb jelentkező az idei évben talán a jubilómnak köszönhetően is, hiszen például a Béres szőlőbirtok, a Degenfeld, a Götz pincészet, az angyalborászat és még számtalan más kiváló borászat borait lehet majd megkóstolni a Kossuth téren, és természetesen a gasztrosétány vagy a Kézművesek utcája is kínál izgalmas programokat. Gyermekprogramok is lesznek, utcaszínházi előadások, népi játékok tere, úgyhogy tényleg minden korosztály igényét megpróbáljuk kielégíteni a három nap során. És az igazi attrakció, amely tulajdonképpen a tradícióhoz köthető, az a szombati napon lesz a szüreti felvonulás. Két éve a megszokott tradicionális formájában nem tudtuk ugye megtartani a szüreti felvonulást, azonban idén az Ady Endre út, Balcsi Zsilinszky út és a Kossuth térig tartó szüreti felvonuláson a borlovagrend, lovasok, hintók, iskolások és a 27 hegyei település képviselteti majd magát, úgyhogy ez lesz 14 órától október 1-én, ez tényleg egy nagyon látványos programelem, és ezt követően lesz majd a szőlőösszeadási ceremónia a Kossuth téren a már említett vendégekkel, illetve mind a 27 hegyaljai település polgármesterével. Ők összeadják a szőlőt, elhozzák a saját településükről, és ebből az összeadott szőlőből majd elkészül a polgármesterek bora, amit a következő éven a bornapokon adunk majd át tulajdonképpen, amely polgármesterek bora kereskedelmi forgalomban nem kerül, úgyhogy ez is tényleg egy olyan programelem, amely rendkívül fontos és lényeges ebben a térségben. De szerintem Rúzsa Magdinál már legalább kettő van a polcon, tavaly is kapott, és igaz. Az idén is. Hát így be lehet jósolni, ugye a napfényes órák tekintetében azért elég szép nyarunk volt, tehát valószínűleg finom borok készülnek most Tokajhegy alján, és hogy említetted, hogy hány pincészettel találkozhatnak, kóstolhatnak. Én azt gondolom, hogy ilyenkor néhányan be is szerzik a télire való borokat, mert hát nem minden városban lehet minden pincészet borához hozzájutni. Úgyhogy... Igen, ráadásul ugye külön fesztiválpohár is lesz, tehát ebből lehet majd kóstolni a különböző borászatoknál, illetve akik nem települnek ki faházakba, borászatok is majd nyitott pincék során el lehet látogatni, tehát tulajdonképpen nem csak a Kossuth téren, a főtéren lesznek programok, hanem alternatív kisebb helyszíneken is számtalan pincészet, borászat kapcsolódik az eseményhez, és nem csak borokat lehet ott kóstolni, hanem valamilyen kulturális programkínálattal is készülnek. Egy picit azért így az őszről még beszéljünk, nem tudom, hogy az energiaválság mennyire jelentkezik például Tokajban, tudtok-e már arról valamit, hogy mondjuk a Paulai Ede Színháznak a nyitvatartása változik-e majd az őszi időben? Egészen biztos, hogy változik, mi is természetesen érintettek vagyunk
Ebben a helyzetben azonban konkrét számokat még nem látunk. Minden esetre már most azon dolgozunk, hogy a jövő évet előkészítsük, főleg ugye a nyár tekintetében a fesztiválkatlan esetében, úgyhogy már ott megvan 2-3 nagy produkció, amit most még nem árulhatok el, de valószínűleg majd jövök újra a Kölcsei Televízióba, és akkor részletesen beszámolunk majd a 23-as évadról, úgyhogy akkor is lesznek nagyon nagy produkciók, de most még azt hiszem, hogy erre az őszi programra kell koncentrálni, a 90 éves Tokaj hegyaljai születi napokra. Hát reméljük, hogy a 90-est sokszorosan beszorozzuk majd, és annyian lesznek kíváncsiak, és hát úgy tudom, hogy valamilyen kis történelmi visszatekintés is lesz kiállítások formájában. Így van, egy születi fotókiállítás nyílik a 90 évről, ez is szabadtéren található meg majd a Kossuth téren, illetve hát vannak ugye állandó programok, és hát a weboldalunkat érdemes megkeresni, vagy a közösségi oldalokon is ott vagyunk természetesen, a tokajszületinapok.hu weboldalon minden hasznos információt megtalál a kedves néző. Igen, hát biztosan a 90 évvel ezelőtt egészen másképp festett Tokaj belvárosa, és ez az első ilyen születi napok is a mostanihoz képest nyilvánvalóan sokkal szerényebb volt, de talán vannak olyan idős emberek, akik ha nem is 90, de jó pár évtizedet végigéltek, és lehet, hogy minden ilyen születi napon ott voltak, úgyhogy hát kíváncsian várjuk így a szeptember utolsó napját és október első hétvégéjét. Gábor, köszönjük szépen, hogy nagyon szépen köszönöm, és látogassanak el Tokajba. Kedves nézők, a szüret mellett a szántás is az őszi munkálatok közé tartozik. Az Északi Agrár Szakképzési Centrum ilyenkor szervezi meg szántóversenyét az intézményeibe járó diákoknak. A verseny főbírója szerint ez igazi forma egy a szántóföldön. Ritka, hogy ennyi traktor dolgozzon egyszerre egy ekkora földterületen. De ritka az is, hogy ennyien figyeljék a munkát. Az Északi Agrár Szakképzési Centrum iskoláinak tanulói szántották fel a talajt, de nem volt mindegy, hogyan. Munkájukat ugyanis bírók minősítették. Ez úgy így van felezve, vagy hogyha oda tolom? Hogy várjál. Hogyha hamarra tolom, így megtolod, akkor? Perccel Bertalan Putnokról érkezett a Vai Ádám mezőgazdasági technikum és szakképzőiskolánál rendezett versenyre. Nem volt igazán elégedett a szántásával, mint mondta, számára szokatlan volt a talaj állaga. Úgy készültünk a versenyre, ugye, hogy otthon próbálgattuk, csak ott teljesen más, ugye a talajviszontagságok, nem megy bele, ezek itt belemegy, mert homokos, és itt azt szerint pontoznak, hogy a zeke hogy megy, milyen szépen borít, meg ilyesmi, hogy milyen egyenes, hát most ez így sikerült nekem. Egyébként mennyit gyakoroljátok a szántást? Hát gyakorolgatunk, van ott vagy 15 hektár föld, amit úgy művelgetünk, kb. Otthon is, vagyis így apával szoktam, teljesen másott ugye. És iskolai körülmények között? Iskolai körülmények között is gyakoroljuk, ott nem olyan sokat, de gyakoroljuk azt is. Barázda egyenesség, ekemélység. Többek között ezeket a paramétereket vizsgálták a bírók a versenyzők szántása közben. Itt nem a gyorsaság, hanem a pontosság volt az elsődleges szempont. Szokták mondani, hogy ez a verseny, ez ilyen forma egy a szántóföldön. Itt is vannak szabályok, amit a bírák értékelnek. A lényeg az, hogy itt nem a gyorsaság számít, hanem a munkaminőség. Tehát nem az a versenyző nyer, aki legelőször teljesítésbe ér a célba, hanem a pontozás szerint. 10 szempont alapján pontozunk, és vannak különböző időelemek, amiket azért figyelembe veszünk, meg vannak úgynevezett büntető pontok, tehát hogyha rossz a mélységtartás, túllépi a határidőket, egyéb ilyen szabálytalanságokból van levonás. Na most ezt a srácok így gyakorolják, szerencsére jó a terület, kaptunk csapadékot, jó a tarló, és ügyesen dolgozgatnak. Vannak kritikus elemek, ugye, amíg szokták mondani az elején, mindenki ott kezdi a gyakorlást, a nyitó barázdát úgy helyek közben még jól meg tudják csinálni. A visszamenettel, a nyitó barázda visszamenettel már probléma van, mert nem mindig a helyes vonalon vezetik a traktor. De ezt még megoldják, és utána jön a folyamatos munka, ami két részből áll. Egyrészt a nyitás után csinálnak 3 fordulót a saját nyitások után, vagy 4-et, az eketes számtól függően, és amikor ezzel megvannak, akkor a szomszéd parcellájába állnak át. Ez az, ami a külső szemlőnek néha szokatlan, hogy a 7-es mit keres a 8-as parcellájába, ugye?
Ez azért van, mert azt a terület részt már széllyel szántással fejezik be, és úgy jön majd ki a végén a záró barázda. Ezt a legnehezebb megcsinálni, mert párhuzamosnak kell lenni, kellő szélességűnek és mélységűnek is. Az igazi szaktudás az itt jön ki. Tehát az, hogy a gyerek mennyire volt felkészült, mérni kell állandóan a szélességet, tudni kell, mennyit fogy az ekém, mennyi az eketes szám szélesség. Tehát ebben van egy kis izgalmas játék. De ahogy szoktuk mondani, ez adja a szépségét az egésznek, hogy itt mindig gondolkodni kell. A talaj, az eke, a gépcsoport stabilitása, mozgása, a lakatok szigorítása, zárása, oldalra húzás, mélység problémák, hagyd ne folytassam, ezek mind-mind befolyásolják a munkát, és az igazi tudás akkor jön ki. Ezek a fiúk ugye odahaza gyakoroltak az iskolába, a tanüzembe, igen ám, de itt teljesen mások a körülmények. Más a talaj, másképp süppet be a traktorkerék, tehát itt minden viszonyítás kérdése, ahogy egy nagy öreg úr megmondta annak idén a világ dolgáról, hogy minden relatív. Ez igaz a szántóversenyre is. A szántóversenyt már 5. alkalommal rendezte meg az Északi Agrárszakképzési Centrum, mindig más-más helyszínen. A 10 iskolát magába foglaló intézmény rendszeresen megméretteti a tanulókat, akik így gyakorlatias feladatokban mutathatják meg tudásukat. A hagyományteremtés megtörtént, és éppen beszélgettünk, hogy a induláskori szándék az az volt, hogy ne csak az erőgépekkel történő szántás bemutatása történjen meg, hanem lovas lóval történő szántás a hagyománynak megfelelően, sőt, mi több, az ifjúsági kategória mellett felnőtt kategória is volt, és ezt szeretnénk majd a jövőben újraéleszteni. Nyilván lesznek helyezettek, a legjobbakat mivel díjazzák? A legjobb a díjazása az intézményi, illetve a támogatói keretekből kerül ki. Természetesen én úgy gondolom, hogy a legnagyobb díj az az mindenképpen az a megmérettetés, ami most folyik, és az az elismerés, hogy itt a jelentkezők közül hanyadik helyen fog végezni, milyen munkát végez, milyen esztétikai élmény nyújt majd az a munka, amit végez. Az 5. Észak-Alföldi Középiskolások szántóversenyét az Északi Agrárszakképzési Centrum Hajdúböszörményi Iskolájának tanulója Csató Kristóf Zsolt nyerte. Kedves nézők, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Kívánjuk kollégáink nevében is, hogy legyen nagyon szép a hétvégéjük. Látogassanak el az általunk kínált rendezvényekre, érezzék jól magukat. Várjuk Önöket a jövő pénteken is, ide a képernyők elé, viszontlátásra.